Több mint fél száz hallgatója van eddig a Sátor helyi Közösségi Felsőoktatási Képzési Központnak. A legsikeresebbek az egészségügyi karáltal kínált szakok. Védőnő hallgatók három év folyamon tanulnak Sátor helyen, diplomás ápoló szakon pedig az első fél év vizsgáin is hamarosan túl vannak az első év folyamosok. A február 15-ei felsőoktatási felvételi előtt újra bemutatkozó nyílt napot szervez az egyetem és az önkormányzat. Ilyen ilyenkor a Miskolci Egyetem képviselői is megérkeznek, ideérkeznek sátoralja új helyre, és nem csak a helyi képzésekről, hanem egy nagy tájékoztatót tartunk közösen az egyetem oktatóival, képviselőivel az itteni képzésekről, a kihelyezett képzési központ, képzéseiről, illetve természetesen bemutatkoznak a karok, tehát a Miskolci Egyetem is. Ezzel párhuzamosan kezdődik egy, egy toborzás, személyesen felkeressük általában a vezető oktatókkal. A diplomás ápolóképzés, a védőnőképzés vezető oktatóival, a szociális intézményeket, a környéken felelhető egészségügyi intézményeket, illetve a középiskolákat is természetesen. Az idei felsőoktatási képzési kínálatban a Miskolci Egyetemről ismét két karról, három szakon kínálnak sátoralja új helyben tanulási lehetőséget. A gépészmérnök és informatikai kar eddig csak az első éven tudott helyben osztályt indítani. Két éve nem volt meg az évfolyam indításához szükséges tíz fő. Újra nappali tagozaton lehet jelentkezni. Az egészségügyi kar képzése, az ápolás és a betegellátás, és az egészségügyi gondozás is prevenció szakok levelező munkarendben indulnak. Mindkét szak esetében új volt ez a kar számára is. Viszonylag könnyű volt rájuk szabni az anyagot. A motiváltságuk segített abban, hogy azt a pluszt, amit itt ugye kevesebb az óraszám, több az otthoni munka, de azt a pluszt nagyon-nagyon szépen, nagyon-nagyon elkötelezetten vették, fogadták. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a, az oktatás szempontjából a levelező képzés nem jelent problémát. Az egészségügyi képzésekre zömében olyan első diplomájukért tanuló nők jelentkeztek, akik munka és család mellett tanulnak. A kar ezért sokféle eszközzel támogatja az új helyi hallgatókat, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás. Vannak tanulás támogató órák, amikre ha eljövünk a tananyagot újból átvesszük, esetleg ha kérdés van, amit nem tudunk, arra megkapjuk a választ, illetve tovább gyakorolhatjuk a gyakorlati részt is. Igen, tetszik nekem már, amit eddig tanultam is, sőt, egyre jobban tetszik, ahogy mélyebben belelátok ennek a hivatásnak a, a miértjébe, vagy a mikintjébe, vagy igazából miről is szól ez, mert ez egy ilyen komplex gondozás, tehát nem csak a csecsemők, azért ebben benne vannak a várandóság, benne van a nővédelem, a családvédelem, úgyhogy nekem nagyon tetszik, ez egy nagyon szép szakma. A képzése országos szintű a jelentkezés, így nem csak a városból és a szomszédos megyékből, de Dunántúrról és Budapestről is vannak új helyi egyetemi hallgatók. Akiket érdekel a lehetőség, a helyben tanulás esélye, azoknak az egyetem január 20-án délelőtt 10 órakor szervez nyílt napot a Kossuth Lajos Művelődési Központ pódiumtermében.